A közgyűlés kérte az EVAD ZRT-t, hogy a városgondozás ügyvezetői pozíciójára pályázatot írjon ki. Végül két jelenkező maradt, őket az EVAD ZRT igazgatósága, amelynek Jánosi Zoltán is tagja, alkalmasnak találta, azonban később egyikükről kiderült, nem felel meg a feltételeknek. Erről tájékoztatott Eger alpolgármestere, aki elmondta, hétfőn a képviselőtestületnek arról kellett döntenie, hogy lesz-e a városgondozásnak szeptembertől ügyvezetője vagy sem, és akkor a cég veszélybe kerül. Ezt követően határoztak a személyről. Farkas Attila hozzátette, az összeférhetetlenség a megbízatás aláírásától állhat fenn, és tudomása szerint ennek megszüntetésére 60 nap áll rendelkezésre. Az EVAD ZRT igazgatóságának a tulajdonos döntését végre kell hajtania, hiszen az EVAD ZRT egyszemélyes részvényese az önkormányzat. Az EVAD ZRT arról tájékoztatott, hogy jelenleg döntési szakaszban van az ügy, és annak lezárultáig nem kívánják kommentálni azt.